Urunk megjelenése ünnepén, amikor megemlékezünk arról, hogy Jézus Krisztus minden nemzet megváltója, minden nép üdvözítője, a székesfehérvári Szent István király székesegyházban Spányi Antal püspök mutatott be só- és vízszenteléssel egybekötött szentmisét Ugrich Tamás pasztorális helynökkel. Kérjük az Urat, azt a vizet, amely az életünket fönntartja, amely megtisztít, amely az életet viszi tovább, tegye szenté számunkra, és ennek segítségével segítsen minden ártást, minden rosszat, minden kísértést legyőzni. A karácsonyi ünnepkor zárásakor a főpásztor azt hangsúlyozta, Krisztus megjelenésének ünnepe azt üzeni számunkra, engedjük, hogy Isten mindig jelen legyen az életünkben. Vízkereszt, Krisztus kinyilvánítása, Krisztus megjelenésének az ünnepe. Engedjük, hogy jelen legyen az életünkben az Úr. Nem csak bizonyos percekben, nem csak bizonyos szituációkban, hanem mindig és minduntalan. Kövessük a három király bölcsességével Krisztust. Kövessük a kánaáni mennyegző örömével Krisztust, és engedjük, hogy az a Szentlélek, mely Krisztusra leszállt, szálljon le ránk is, irányítson, vezessen, és a mi életünket tegye Krisztust kinyilvánítóvá, Krisztusról tanúskodó életté, hogy a világban mind kevesebben legyenek, akik tévelyegnek, akik butaságokat mondanak és rosszat terjesztenek, és legyenek, akik Krisztus dicsőségét hirdetik, és az ő szeretetét képviselik a világban. A főpásztor megemlékezett az ünnephez kötődő három eseményről, a napkeleti bölcsek látogatásáról, Jézus Krisztus megkeresztelkedéséről a Jordán folyónál, és csodatévő hatalmának első megnyilatkozásáról a kánai mennyegzőn. Ad jelet az Isten! Mutat jelet az Isten! Mindnyájunk megtapasztalhatjuk Isten közelségét, Isten jelenlétét, Isten valóságát. De nekünk kell egyre inkább lángoló szívvel szeretni őt, nekünk kell egyre inkább élő hittel követni őt. Nekünk a feladatunk, hogy erről a hozzánk közeljövő Krisztusról a világ előtt tanúságot tegyünk.